Szeretettel köszöntök minden kedves vendéget a trianoni békediktátum 96. évfordulója alkalmával rendezett megemlékezésen. Köszöntöm a képviselő urakat, hölgyeket, az egyházak vezetőit, képviselőit. Köszöntöm délvidéki testvértelepülésünk polgármesterét, Bata Ferencet és küldöttségét, valamint intézményeink vezetőit. Kérem, énekeljük el közösen a himnuszt. Thank you.
Sziget hangja ökumenikus kórus előadásában Gárdonyi Zoltán Légy hív, mint halálig című kánonját hallották. Most pedig felkérem dr. Sajtos Sándor polgármester urat, tartsa meg ünnepi köszöntőjét. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit mai megemlékezésünkön. Köszöntöm Tajtótfalu polgárait, Tajtótfalu egyház vezetőit, intézményünk vezetőit, köszöntöm testvértelepülésünk képviselőit. Ma a Nemzeti Összetartozás napján azt gondolom, és bízom benne, hogy mindannyian ezzel a gondolattal egyezőek vagyunk, hogy amikor a trianoni békediktátumra megemlékezünk, 2010 óta ez a Nemzeti Összetartozás napja, és ezen a napon egy olyan eseményt is megrendezünk, amely szintén a határon túli nemzeti összetartozás is jelképezi, amely nem más a mai napon többek között a Nemzeti Vágta Tajtótfalui előfutama. A Nemzeti Vágta hagyományra építve azt célozta meg, hogy a magyar és a nemzet lovas kultúrára építve erősítse, szélesítse a nemzeti összetartozást. Ennek példája, hogy ezen a vágtán itt van a bácskai testvértelepülésünk Tótfalu, itt van mezővári képviselete Mezőváriból, Kárpátaljáról, és régi, de mégiscsak rendezvényünkön új felvidéki barátaink, Geri Valéria vezetésével, polgármesterasszony vezetésével, Kisújfalu. Köszöntsük őket, köszönöm, hogy itt vannak, és kívánom, hogy a megemlékezésünk a mi gondolataink tükrében szélesedjék ki. Köszönöm. Felkérem Kubanek István képviselő urat, a Kulturális Bizottság elnökét, tartsa meg ünnepi beszédét. Én is mindenkit nagy szeretettel köszöntök a mai napon, az emlékezés napján. És egy kicsit visszamennék az időbe, ha megengedik. 2010-et írtunk június 4-én, amikor is letettük ennek az emlékműnek az alapkövét. Egy emlékezetes napot azért is, mert akkor írtuk alá testvértelepülésünkkel Tótfalu alá a szerződésünket, a testvértelepülési szerződésünket, és nem utolsó sorban nagy árvíz volt falunkban, árvízi készületek folytak. De ugyan az idő minket igazolt szerintem, mert a víz szaladt, de a kő maradt, a kő maradt. Még annyit szeretnék mondani, múlt héten voltunk Bataferi meghívására, polgármester úr meghívására Tótfalun, és ott újra tapasztalhattuk mindazt, a magyarságuk iránti szeretetet, hűségüket, és szeretetüket, vendégszeretetüket, köszönjük szépen Tótfalu. Úgyhogy amíg ilyen bástyáink vannak határaikon túl, minden lehetőséget meg kell fogjunk azért, hogy kapcsolatainkat újra teremtsük, legyen az gazdasági, kulturális, vagy akár baráti, hogy az, ami összetartozik, soha, de soha ne tudják szétszedni. 120 éve tartották Budapesten, Magyarországon a millennium ünnepségeket. Ezt csak azért mondom, mert Magyarország ezer éves, több mint ezer éves honfoglalása és kereszténysége, ez minket arra biztat, hogy összefogjunk. Nem utolsó sorban arra hívnám fel a figyelmet, ugye, hogy mi történik Európába, és a migráns válságra gondolok itt elsősorban. Úgyhogy össze kell fognunk, végezetül engedjék meg, hogy búcsúzzam ezzel a gondolattal, hogy maradjunk meg reményben, hitben és szeretetben, főleg nemzetünk iránti szeretetben. Köszönöm, hogy meghallgattam. Most pedig fogadják szeretettel Babuts Zoltán hadtörténész úr ünnepi beszédét. És köszönöm szépen. Tisztelt Tajtótfalu, a kedves magyar véreim! 96 esztendővel ezelőtt, 1920. június 4-én íratták velünk alá a trianoni békediktátumot. Annak idején, 96 esztendővel ezelőtt, ez az ország a lehetőleg reménytelenebb helyzetben írta alá késsel a torkán ezt a békediktátumot. Ha belegondolunk abba, hogy becsülettel helytálltak a magyar katonák a nagy háborúban, hogy az első világháborút úgy fejeztük be, hogy a magyar katona mindenütt az ezer éves határokon kívül állott, és hogy a magyar katonát nem tudták legyőzni, akkor el kell gondolkodjunk, hogy mégis mi vitt bennünket az első világháborús vereség irányába. Ez pedig nem más, mint az Antant felelősség teljes módon éppenséggel nem végzett békecsináló missziója,
amelynek köszönhetően 1918-ban, 18 novemberében erre az országra rászabadították a vérgőzős őszi rózsás forradalmat, majd ezt követően 1919 márciusában megtapasztalhattuk az úgynevezett dicsőséges 130 napos tanácskomünnek az uralmát, és a koncraihez szomszédokat, ugye a románokat, a szerbeket és a csehszlovákokat is ráküldték az 1000 éves magyar haza testére. Ebben a reménytelen helyzetben ugye 1920. június 4-ére találja a trianoni békeszerződés, ekkor éppen, hogy csak átvette a fővezéri és a kormányzói tisztséget Vitéz nagymányai Horthy Miklós, akinek köszönhetően aztán 18 esztendővel később ez az ország a lehető legrosszabb helyzetből is de talpra tudott állni. Ezt mindenféleképpen meg kell említenünk ebből az alkalomból. Hogy mit éreztek annak idején véreink 1920 folyamán, abban a reménytelen helyzetben, engedtessék nekem, hogy egy idézettel szolgáljak. Ez pedig a következő lenne. Magyarország halálos ítéletén rajta van a nyugati kultúra bélyege. Csak a lábait és a karját vágták le, csak a gerincét roppantották szét, csak a mellkasát horpasztották be, de a torkát nem vágták át, és a szívét nem szúrták keresztül. Ezt a szöveget nem más, mint Móra Ferenc írta, és elképzelhetjük, hogy milyen hangulat uralkodott ebben az országban, amikor menekültek százezrei özönlöttek az ország területére Erdélyből, az elszakított felvidékről, vagy éppenséggel a Bácskából. Reménytelen helyzetben voltunk, azonban annak idején azt gondolták a felelőtlen trianoni békecsinálók, hogy ez a békeszerződés örökké való lesz. Ez nem így történt, hiszen jól tudjuk azt, hogy 95 esztendőből ezelőtt, 1921-ben, még az augusztus végén kitört a nyugat-magyarországi felkelés, ennek köszönhetően Sopron és vidéke későbbiek folyamán magyar maradt. Többek között Osztenburg Moravet Gyulának, Héjas Ivánnak, Madespak Viktornak, vagy éppenséggel Prónai Pálnak és a Rongyos Gárdának köszönhetjük azt, hogy fiatal emberek, a Székely Hadosztály egykori katonái, vagy éppenséggel főiskolások, egyetemisták ragadtak fegyvert, és megpróbálták a lehetetlent, hogy a nyugati országrészbe vetörő osztrák csapatokat feltartóztassák. Ez sikerült, és a Népszövetség kiírta a népszavazást, aminek eredményeképpen 1921. decemberének közepén a soproni poncichterek és 8 más Sopron környéki kis település kifejezte azt, hogy nem akarnak Ausztriához tartozni, hanem vissza akarnak térni a Magyar Királyság testébe. Ez volt az első ilyen nagyobb rés a trianoni békeszerződésnek a palettáján. De nem ez volt az első, aztán a későbbiek folyamán, hiszen Vasmár megyének közel egy tucatnyi települése Szentpéterfával az élén, fegyverrel a kezében tért vissza a magyar haza kebelében. Aztán eljött 1923-1924, amikor egy orvosi beavatkozásnak köszönhetően Somoskő és Somoskőújfalu tért vissza a magyar Szent Korona uralma alá. Ez az orvosi beavatkozás annak volt köszönhető, hogy volt egy világhíres fülorgrége professzorunk dr. Krepuska Géza, akinek birtokai volt a Somoskő és Somoskőújfalu térségében, és éppenséggel az Anton Bizottság egyik beteg tagját kezelte, és elpanaszolta neki, hogy az ő birtokai átkerültek Csehszlovákia területére, és az új csehszlovák állam rabló módon el akarja konfiskálni az ő javait. Na hát aztán a lelkes angol tiszt, aki felgyógyult a fül betegségéből, hálásnak bizonyult, és ennek köszönhetően 1923-ban össze egy bizottság szállt ki Somoskő és Somoskőújfalu térségében, ahol Krepuska doktorral körbejárták a két települést, és a doktor úr javasolta azt a bizottság tagjainak, hogy ugyan már próbáljanak meg ékes tót nyelven szóba elegyedni az ottani honpolgárokkal. És az Anton bizottság rendőri megdöbbenésére senki nem értett egy árva szót sem a szlovák nyelvből. Na most hát a békecsináló tisztek teljesen megdöbbentek, hogy ez hogy lehet, hogy egy szín magyar faluban vannak, amikor ennek Magyarországon lenne a helye. Aztán végül megtört a jég, hiszen 1924. február 15-én ez a két település is visszatért, amelynek köszönhetően a budapesti és a magyar városokbeli macskakövezés, tehát a bazaltkövezés, az megmaradt magyar kézben, hiszen Somoskőújfalu mellett voltak nagy bazalt lelőhelyek, és az úgynevezett macskaköveket itt termelték ki. Egy államközi szerződésnek köszönhetően a csehszlovák területen maradt bányákból a magyar fél kitermelte szabadon és vámmentesen a bazalt köveket, és azokat lehetett Budapestre szállítani, illetőleg ugye a nagyobb városokba, így azt lehet mondani, hogy Trianon itt sem volt éppenséggel hatással
erre a dologra. Itt is győzött, hál' Istennek, a magyar népakarat. Azonban itt nem állhatunk meg, hiszen ha tovább pergetjük az időkerekét, akkor láthatjuk azt, hogy aztán 1938 és 41 között eljött a vér nélküli országgyarapítások időszaka, és persze aztán eljött a második világháború, amikor vérrel kellett fizetnünk a visszatért területekért, és aztán 1947. február 10-én Párizs mellett egy újabb trianont akasztottak a nyakunkba. Ezt követően 45 esztendőn keresztül nekünk nem volt érdemes megemlékeznünk a trianoni veszteségeinkről, nem beszélhetünk arról, hogy szín magyar területeket szakítottak le rólunk, gondoljunk csak a Felvidék magyarlata területeire, a Bácska magyar vidékére, vagy éppenséggel a Székelyföldre és Észak-Erdély magyar népességére. Az, hogy a területek visszatérhettek 1936 és 41 között, a magyar katonaságnak is volt köszönhető, a Magyar Királyi Honvédségnek, és annak is, hogy az egész ország egy emberként állt a kormányzó mögé, az irredentizmus és az egészséges revízió kérdéskörében. És ha már itt tartunk, akkor az is engedtessék nekem, hogy egy mondat erejéig emlékezzek meg arról, hogy múlt vasárnap volt a Magyar Hősök emlékünnepe, amely szorosan összefügg a trianoni emléknappal, hiszen ugye 1917-től kezdve emlékezünk meg a magyar haza védelmében hősi láthat magyar katonákról, mely ünnep ugye 1925-től kezdve került, tehát május utolsó vasárnapjára, majd 1945-től kezdve a kommunisták annak rendje és módja szerint ezt az ünnepséget is betiltották. Hál' Istennek 2001-ben a 2001. évi 63-as törvénycikk eredményeképpen újból nemzeti kegyeleti emlékünnepnek számít a Magyar Hősök emlékünnepe. Minden olyan magyar katonáról megemlékezünk, akik az ezer esztendős magyar haza védelmében a legtöbbet életüket áldozták a magyar haza oltárán. Tisztelt megemlékezők! Valamikor a két világháború között a budapesti szabadságtéren állott az erekés országzászló és a körülötte elhelyezett négy elszakított országrésznek a szoborcsoportja, az úgynevezett irredenta szoborcsoport. Ennek az erekés országzászlónak a talapzatára föl volt vésve egy idézett szöveg, amely valahogy így hangzik. A békeszerződések nem örökké valóak. Ez az idézet az nem mástól, mint Benito Mussolinitől származott, aki ugye a magyar revíziónak az egyik legnagyobb pártolója volt, Rodermire Lord mellett, aki kiállt amellett, hogy a trianoni békeszerződést felül kell vizsgálni, és támogatta a jogos magyar revíziós törekvéseket. Azt kell elmondanunk, hogy ha már eltakarították ezt az emlékművet 1945-ben, ennek a mondatnak a mai napig is a válteszi jelentése van. Hiszen ha meggondoljuk és jobban körülnézünk, hogy az elmúlt negyed században mi történt itt a szomszédunkban, Közép-Kelet-Európában, országok tűntek el a térképről, országok jöttek létre. Olyan országok tűntek el a történelmi süllyesztőjében, mint például a Szovjetunió, vagy éppenséggel Csehszlovákia, ugye az egyik legnagyobb trianoni tákolmány, vagy éppenséggel az egykori szerb-horvát-szlovén királyság Jugoszlávia. Azt kell mondanunk, hogy gyakorlatilag Románia kivételével egyetlen egy olyan állam sincs meg, amelyet Trianon tákolt volna össze. Ami azt jelenti, hogy a határok valóban nem örökké valóak, és nekünk is csak akarnunk kell, hogy Trianon legyen örökké. Először szellemiekben kell egyesítenünk a nemzetet, és én úgy látom, hál' Istennek 2010 óta a legjobb úton haladunk afelé, hogy június 4-én ezen a napon emlékezzünk meg a mi szétszakításunkról, és arról, hogy ne felejtsük el, hogy mi magyar emberek vagyunk, akár itt élünk a Csonkahonban, akár Erdély területén, akár Felvidéken, akár a Bácskában, vagy éppenséggel Burgenland területén, vagy éppen Kárpátalján. Tehát nekünk erre emlékeznünk kell. És tényleg eszünkbe kell vésni azt, hogy ezek a határok valóban nem örökkévalóak, és az, hogy ezek változzanak az idők folyamán, ez nagyon erős magyar külpolitikára, erős hadseregre, és erős itthoni akaratra van szükség, hogy minden magyar ember azt akarja, hogy egyszer a trianoni békeszerződést is felülvizsgálják, és persze, ha minden terület nem is térhet vissza, de előzőleg, hogy már mondottam volt, szellemileg egyesítsük az országot, majd pedig utána, ha a fennvaló is úgy akarja, és hogy a székely ember is azt szokta volt mondani, hogy ami egyszer volt, az miért ne lehetne máskor es, tehát bízzunk benne, hogy egyszer lesz még itt egy olyan ország, amely ugye a magyar Szent Korona országa lesz. Úgyhogy én nagyon bízom, hogy ez egyszer valóra válik, ez kívánok mindenkinek erőt, tisztességet, magyaros kitartást és a fennvalóba való hitet, és akkor azt hiszem, hogy annak idején Kossuth apánk is elmondotta volt, hogy Magyarországot még a poklókapuja sem fogják megdönteni. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! Thank you.
ki a kertben egy körte pala. Úgy sír vala, úgy sír János Ilonával. Tudd meg, Ilonácska, hogy én holnap megyek, hogy én holnap megyek. Babám, nem esem az isonzó vízébe, úgy se látjuk többet egymást ebbe betyár életbe. Elrabolta az isonzó az én kedves szeret. Síratom a gyászos életet. Megkérdezem a habuktól, merre sírat, hol van? Egy se tudja, csak suttogja, lent van az isonzó. Felkérem, Árva Völgyi Béla nagy tiszteletű urat tartsa meg szolgálatát.
A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Figyeljünk, Urunk, igéjére, a 125. Zsoltárt olvasom. Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inok, hanem örökre megáll. Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolját, most és mindörökké. Mert nem maradhat a bűnösök uralma az igazak örökségén, nehogy az igazak is álnokságra vetemedjenek. Tégy jót, Uram, a jókkal, az igaz szívűekkel, a görbeútra térőket pedig juttassa az Úr a gonosztévők sorsára, békesség legyen Izraelben. Kedves emlékezők, a kereszténység és így a mi népünk is igen gyakran merített erőt az ószövetségi tanításokból. Azokban az időkben, amikor a törökök támadták a hazánkat, majd egy jó részét sajnos el is foglalták, akkor keresztjén emberek, református elődeink is úgynevezett jeremiádokat írtak. Ezek olyan panasz énekek voltak, amelyeket Jeremiás síralmainak bibliai könyve alapján készítettek a szerzők. Jeremiás szolgálatának a központi üzenete az volt, hogy mondjál a választott nép fiainak, nem véletlenül, nem az Isten tudta nélkül jön az ellenség, hogy elvegye Izraeltől az Úrtól kapott földjét. Hiszen az lenne a természetes gondolata, ahogyan a zsidók is gondolkodtak erről, hogyha Isten adta az országunkat, akkor az örökre a miénk, és nem veheti el tőlünk senki. Legfeljebb az Isten, de hát ő meg nem azért adta, hogy aztán elvegye. Azt is gondolták, itt van Jeruzsálemben az élő Isten imádatának egyetlen helye, a templom. Csak nem hagyja veszni az Isten az ő templomát, hiszen akkor a sok hitetlen pogány ember azt mondja majd, micsoda Isten ez? Hát egy rendes Isten megvédte volna a saját templomát. Hát hogy lehet, hogy lerombolhattuk? Jeremiást az Úr azzal az üzenettel küldte, mondja el a népnek, azért jön rájuk a veszedelem, ahogyan viselkedtek. Mert elhagyták őseik istenét, és más isteneknek hódoltak, és tisztességtelenül éltek. Na ezt nem hagyja egy rendes Isten szó nélkül, új templomot bármikor lehet építeni. De ha a választott nép eltévejedik, akkor mivel lehetne őket pótolni? Isten üzenete a választott népnek a főváros körül gyülekező ellenség szorításakor ez volt, tartsatok őszinte bűnbánatot, térjetek vissza az én utamra, és akkor enyhítem ezt a bajt. Mert eltüntetni már nem fogom, nehogy azt higgyétek, hogy ismét becsaphattok. De ne harcoljatok a babiloniak ellen, mert úgysem győzhettek, térdepeljetek le inkább bűnvalló imára, akkor talán megbocsátok nektek. Jeremiás hirdette ezt az igét, de nemigen hallgattak az Isten szavára. Jeruzsálem elbukott, a nép 70 esztendőre fogságba került idegen országba, és aztán jött az újrakezdés. A török hódoltság idején tehát ez az üzenet, hogy a történelmi tragédia Isten eszköze egy ország akár keresztjén útra térítésében is, az újszövetségi időben, nagyon szíven ütötte a hitben élő költőket. A mi református énekes könyvünkben a mai napig is van több ilyen Jeremiád, például a 384-es Sztárai Mihályé, vagy a 385-ös, amely egy ismeretlen nagyváradi szerző verse is így kezdődik. Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról a nagy síralmat, kit Jeremiás régen írt zsidókról. Nemzeti sorskérdésekre nézve tehát, leginkább az Ószövetségből tudunk Isten szándékáról tájékozódni, ezért szól a mai fájdalmas emlékezéskor is innen az ige. Azért olvassuk és szeretjük mi keresztjének az Ószövetséget, mert az Úr Jézusba vetett hit által immár mi vagyunk az Isten Izraele, és bár a nemzetünk története nyilván nem az Ószövetségben van leírva, a hitünknek a története az igen, és az is innen tanulható meg, hogy egy hitben járó nép hogyan viselkedhet az Isten vezetésével. Készüléskor az az ige ütött igazán szíven, hogy nem maradhat a bűnösök uralma az igazak örökségén, nehogy az igazak is álnokságra vetemedjenek. Nos, úgy gondolom, hogy ez a mondat a magyar nemzet Trianonnal kapcsolatos reménységének a mottója is lehetne, hiszen igazságot szeretnénk, mert elárulták a népünket, sok millió honfitársunkat. Hiszen nemzetközi hírű földrajztudós szakember készítette el magyar nemeshez méltó tisztességgel és pontossággal azt a térképet, amely a nemzetek lakóhelyeit ténylegesen feltüntette a Kárpát-medencében. De ez a gróf Teleki Pál által készített térkép az első világháborút lezáró párizsi békediktátumok létrehozóinak az asztalára hiába jutott el.
Egy példányát bizonyíthatóan látta, és kezébe vette Lloyd George, vagy éppen George Clemenceau, mégsem vették figyelembe, inkább a környező népek folyosói pletykáira és hízelkedéseire adtak. Ha valóban a nemzeti kérdések rendezése lett volna a békeszerződés célja, ha valóban életerős nemzetállamok létrehozása lett volna a nyugat ötlete, akkor azt ennek a térképnek az alapján remekül megtehették volna. Sajnos nyilvánvaló, hogy ez is területvesztéssel járt volna a hazánkra nézve, de legalább a magyarságban, a magyar emberekben nem kellett volna ilyen hatalmas tragédiát átélni. Miért nem használták fel ezt a térképet? Más nemzetek hasonlókkal sem készültek a tárgyalásokra, ebből is világosan látható, hogy nekik nem a saját fiaik hazahozása volt a céljuk, hanem területszerzés a magyar királyság kárára. Nem a nemzetek önrendelkezési joga, nem is a számok döntöttek, hanem a terület ésség, amely sajnos irgalmatlanul nagy volt a körülöttünk élő népek tagjaiban. Hallhattunk egy rövid felsorolást. Úgy tudjuk, úgy általában ezt minden ember szokta tudni, hogy Sopron és környéke volt az egyetlen, ahol népszavazással lehetett eldönteni, hogy hová akar tartozni egy-egy vegyes lakosságú vidék. Vagy éppen micsoda tragikomikus húzás volt 1918. december 1-én a gyulafehérvári román népgyűlés, ahol az odaérkező több tízezer igazságos döntésért demonstráló egyáltalán nem ért el semmit, hanem az a népgyűlés döntött, nemzetgyűlés, amely 26 vármegyéből 600 képviselőt fogadott, viszont ugyanennyi taggal gyarapodott a regátból és a román hadseregből, és ez a több mint 600, tehát a több mint 50% segített eldönteni a magyar területekről érkező kevesebb mint 600-nak, hogy Romániához akarnak tartozni. 1228-an eldöntötték Magyarország keleti felének a sorsát. És ez a már aznap be sem tartott szöveget, amely egyébként a nemzetiségek és a nemzetek számára önrendelkezést, vagy legalábbis szabad életet garantált volna, még a mai napig is állami ünnepként ünneplik egy szomszédos EU tagországban. Tehát azt mindenképpen ki lehet mondani, hogy 1920. június 4-én egy igazságtalan, minden tisztességet nélkülöző döntés született a nemzetünk és az országunk ellen, amely máig is fennáll, a haszonélvezők és a döntéshozók bűnbánatot nem tartottak. Nem maradhat a bűnösök uralma az igazak örökségén, nehogy az igazak is álnokságra vetemedjenek, mondja az ige. Ebből a szempontból konkrétan nézve itt a magyar nemzet az igaz, akit becsaptak és tönkretettek. Az Isten pedig figyeli az emberek döntését, és nem hagyja azt következmények nélkül. De nem azért, mert ő a magyarok istene, éppen úgy istene a többieknek is. Csak éppen ha következmények nélkül lehetne mások kárára bűnözni, akkor csak egyre hatalmasabb lenne az igazságtalanság. És akkor abból az következne, hogy az addig tisztességes, de egyre inkább vesztésre álló fél úgy szint tisztességtelenséggel bűnnel reagálna. Ez pedig ellentétes az Isten megmentői szándékával. Ezért van az, hogy bízhatunk az ő igazságszolgáltatásában. Nem biztos, hogy abban, hogy az országunk visszakapja azt, amit elvettek tőlünk, annál is inkább, mert ez ma már egészében lehetetlen, és a lakosságcserék és az EU-s munkaerőpiaci vándorlás miatt a nemzeti határok sem egészen ott vannak már, ahol Teleki elhíresült vörös térképének az idején. De abban a formában, hogy az Úristen nem engedi meg az egyre nagyobb terjeszkedés, gazdagodást bűnös úton tovább a nemzeteknek, az mindenképpen igaz, ilyen formában van és lesz Isten igazságszolgáltatás. Viszont a nemzeti tragédiából az is következik, hogy mindenképpen helyes lenne bűnbánatot tartani, ami nem egy vallásos, egy színpadi előadás, hanem őszinte önmagunkba nézés. Mit teszünk, milyenek vagyunk? Lehetne tisztességesebben, becsületesebben élni? A válasz biztosan az, hogy igen. Vajon minket, amikor Trianon tragédiájára isteni igazságszolgáltatást várunk, a magyar testvéreinkért érzett felelősség vezet, vagy a nyereség a területszerzés, mint a szomszédainkat? A legfontosabb a magyar egység megélése, és ezen a téren igencsak van még mit javítani. És ehhez nem kell nemzetközi tárgyalás, nem kell hadsereg, nem kellenek hozzá dollármilliárdok. Ehhez csak az kell, hogy minél többen akarjunk igaz emberekként az ige mérlegés szerint élni, és tekintsünk így a másik magyar emberre is, mint aki a testvérünk,
a hibáival, a különbségekkel együtt is. Csak ebben az esetben remélhetem, ha beismerem, belátom a saját bűneimet, és harcolok ellenük, hogy az Isten igazságot szolgáltat. A Zsoltár elején arról van szó, hogy Isten szeretete veszi körül választott népének fővárosát, és ezért az soha meg nem inoghat. Ezt lehet fizikai meg lelki értelemben is venni. A fizikai értelem nyilván megdől Izrael sorsával, hiszen ők elveszítették a fővárosukat a bűneik miatt. A dolog lehetséges. Éppen úgy, ahogy a mi népünk is elveszítette területeinek kétharmadát, népességének több mint felét. Tehát itt inkább a lelki értelem a lényeges. Hogy az a nép, az a város, amelyik Istenre figyel és szót fogad az Úrnak, lelki értelemben áll az Isten védelem alatt, tehát még a halállal szemben is. Hiszen így is mondja, akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inok, hanem megáll. A lényeg tehát az Istenbe vetett hit, és az ebből fakadó engedelmesség. Amelyik nép többségében vezetőit tekintve ezen az úton igyekszik járni, az joggal várhatja Istentől, a történelem urától az igazságos bánásmódot, és az meg is kapja. Ezen a téren is nagyot kellene előrelépnünk, hiszen a hazai templomlátogatás aránya a teljes népesség 3-5%-a vasárnaponként. 100 emberből mindössze 3, 4 vagy 5 van, akit érdekel annyira az Isten szava, hogy képes érte felöltözni és elmenni a gyülekezetbe. Az áhított békesség és nemzeti felemelkedés útja tehát egyrészt a nemzeten belüli szeretet és az ellenségnek való megbocsátás. Másrészt az Istenbe vetett komoly hit és őszinte magunkba nézés. Ha így igyekszünk, akkor lehet az imádságunk ez a Zsoltár. Nem maradhat a bűnösök uralma az igazak örökségén, nehogy az igazak is álnokságra vetemedjenek. Adjon az Úr erőt minden magyar embernek ahhoz, hogy Trianon fájó emléke ne a szomszédos népek elleni gyűlöletet, hanem az Istenhez való hűség és a tisztesség megnövekedését eredményezze. Van részünk nekünk magyaroknak abban, hogy ez így alakult, és abban is jut nekünk szerep, hogy a népünk erkölcsileg megváltozzon. Kiki a maga helyén érezze magyar és keresztjéni kötelességének, hogy Isten útján járjon, és ne vetemedjen álnokságra. Ezt tehetjük népünk áhított felemelkedéséért, és ez valóban csak rajtunk múlik. Ámen. Urunk, irgalmatba ajánljuk sokat szenvedett nemzetünket, könyörögve kérünk, tegyél bennünket gyermekeidként hasznos tagjaivá az országunknak, a nemzetünknek, hogy miközben rád hallgatunk, egyúttal munkálkodhassunk nemzetünk felemelkedésén is. Hozzád fordulunk, te benned bízunk. Ámen. Kisgyé László, Liszt Ferenc díjas tárogató művész előadásában Vas megyei népdalokat hallhatnak.
A Hitódfalu község önkormányzata nevében dr. Sajtos Sándor polgármester és Csörgő